Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön egy kis Warframe. Kijöttek augment modok, kérem szépen, Wukongra, Korára, Oktáviára és Garára. Na most ezek közül háromnak nem igazán volt szüksége egy augment modra, de jó, hogy van, és beszélni fogunk róluk is, viszont Gara, hát neki úgy érzem, hogy szüksége volt valamire, valami extrára. Nem mondom azt, hogy ez az augment mód, ami neki most van, megváltás, de enyhén erősebbé teszi, és ez nagyban megemeli a játékélményt, amikor nehezebb szintek felé megyünk. Haladjunk szépen sorjába. Most szólok, hogy valószínűleg ebben a hónapban jön az új Prime, Chroma, ha minden igaz, rakjuk össze a kezünket, Chroma öcsém, egy kis statboost a Chromának, így is elég OP, még neki egy statboost, meh. És valószínűleg a Valkyr fog elvonulni, úgyhogy farmoljátok, amíg lehet, hölgyeim és uraim. Nos, menjünk szépen sorba. Kezdjük az augment modokkal. Wukong talán a legegyszerűbb, és azt kell mondjam, egy kis kompenzáció azért, mert megszüntették a Nuke Wukongot. És ez az augment mod, Enveloping Cloud névre hallgat, semmi nagyon extra. Berakod, és jó, ha ott van a buildedbe. A Wukong nem veszít vele sokat, hogyha berakod a buildedbe, azt kell, hogy mondjam. Szóval tök mindegy, hogy egy Survivor buildbe, vagy csapat, vagy akármilyen buildjébe belerakod Wukongnak. Nem veszít vele sokat, nem kell újra formázni, semmi nagyon extra. Csak meg kell gondold, melyik mod helyére rakod be. De mindenképp nyer vele a csapatod, és igazából te is tudsz nyerni vele. OP szintekre el lehet vele menni, konkrétan folyamatosan láthatatlanná tudsz tenni mindenkit, és így azért eléggé meg tudja könnyíteni a játékot, azt kell, hogy mondjam. Nem tudom, hogy emiatt a Digital Extreme hogy fog erre reagálni későbbiekben, mikor látni fognak olyan köröket, hogy a játékosok folyton láthatatlanok, mert egy Wukong csak annyit csinál, hogy lefelugrál a felhőből 14 másodpercenként. Meglátjuk, de minden esetre egy olyan mód, amit úgy gondolom, hogy tökre érdemes belerakni a Wukongba, mert hogy semmi nagyon über extra, és mindenképp egy jó csapat segítség. Következő augment mód a Korának az augment módja lenne, amely az Accumulating Whip Claw névre hallgat, ki se találtak volna bonyolultabb nevet neki, az egyes képessége, az a lényeg. Na most, amit csinál, ha elkasztolod az egyes képességet, a következő három ütésed, a következő három elkasztolásod felsztekkelődik konkrétan. És mindezt 35%-a. Szóval 35%-a erősebbet fogsz ütni 10 másodpercen keresztül, tehát 10 másodperc múlva eltűnik ez a stack. De konkrétan ugye minden újra kasztolással 35% damage bónuszt ad. Tök jó! A Kora egyes képességéből így is ki lehetett hozni valami erőset, hogyha a kardod úgy volt modolva. Ezzel az augmentoddal csak erősebb lesz, úgyhogy az ostormániásoknak, szadomazomániásoknak mindenképpen azt mondom, hogy érdemes belerakni. Ez is egy olyan augment mod, amitől a Kora túl sokat nem nyer, de nem is veszi sokat, hogyha kihelyettesíted valamelyik moddal, akármelyik moddal, amikre úgy gondolod. Szóval egy jó mód, el lehet vele szórakozni, de azt hiszem igazán komoly hatása nincsen Korára. Következő augment mód, és ez nagyon poénos, az Oktáviának az augment módja lenne, a konduktor névre hallgat. Amit ez csinál, elnyomod a kettes képességet, és ugye a kettes képesség az maga felé gyűjti az enemit. Na most konkrétan, amit lehet csinálni ezzel a kettes képességgel, hogy ha még egyszer megnyomod a kettest, és oda zoomolsz valahova, tehát oda zoomolsz valahova, megnyomod a kettest, oda megy ez a kis gömböske. Szóval, bitch please, hát ez ugye, el se kell mondjam, azt hiszem, a potenciát ebben az egészben, tehát hülyét csinálsz az enemiből, olyan crowd control képesség, már ez az egyszerű dolog, hogy irányítod azt a golyót, megállsz egy helyben, és oda megy, ahol mondom, és az enemy az megy utána. Na most úgy vettem észre, hogy nem működik az egyes képességgel együtt. De ez most én így vagy, tehát úgy vettem észre, hogy ha egyes képességgel együtt a kettes van, akkor nem működik. Legalábbis nekem nem működött. Lehet, hogy nem tudom, de nem működött. Úgy nézett ki. Szóval
Önmagában működik csak a kettessel, de javítsatok ki, lehet, hogy nem így van, így vettem észre, nekem nem akart működni, hogyha az egyes be volt kapcsolva, de azért az úgy elég durván poénos lenne, ugye. Na, szóval a lényeg az, hogy a kettessel körbegyűjtöd magad köré a zenemit, és hát röhelyes. Hát röhelyes, csak elő is vettem a zart, hát ezt ki kellett próbálni, hát egyszerűen. Csak éppen arra kell figyeljél, hogy láthatatlan legyél, és a kettesen össze-vissza játszadozzál. De szintén azt kell, hogy mondjam, egy olyan augment mód, amitől a kora túl sokat nem nyer, és ugyanakkor nem is veszít. És szerintem egy ügyes kora játékos mindenképp nagy hasznát tudja venni ennek a képességnek, hogyha jól használja az ember. Aztán nem tudom, hogyha nagyon sűrű a helyzet, akkor mennyire lehet arra fókuszálni Octaviával, hogy ide-oda irányítgass ezt a gömböt, lehet, hogy már nem lesz rá időd, és csak dobálod az egyest, meg a kettest, és a többi. De úgy gondolom, hogy Octaviánál ugye a kettes egy alul használt képesség, a második képessége, így egy kicsit előtérbe tud kerülni ennek az augment módnak köszönhetően. Hát, kinek mi? Ízlesek és pofonok, nekem benne marad a buildben, mindenképp jól fogok vele szórakozni időről időre, és például szerintem ilyen Infested Excavation Missionökön tökre jól jöhet ez a kis gömböske elirányítani az enemiket a cél felől, szóval na, ki tudja, nem egy rossz mod, és hát azt nem veszítünk, de nem is nyerünk túl sokat vele, azt kell mondjam. Na és a legutolsó, a Gara ...nak az augment módja lenne. Ez az augment mód a Mending Splinters névre hallgat. Hát, srácok, a Gara ugye, amikor megjelent, nagyon gyorsan alul használt lett, főleg amiután megkapta az ulti a nerföt, ami szerintem kurva jó volt, és nem volt túl OP, de most nagyon gyenge az ultia, és emiatt a játékosok nagyon gyorsan el is felejtették a Garát. Viszont ebben az augment módban úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok potencia van. Nem teszi túl OP-vá a Garát, de viszont amilyen szintre emeli, azt mondanám, hogy valami olyasmit lehet vele elérni talán, mint az Oberonnal. Szóval figyelni kell, mozgásban kell lenni, ne álljál meg soha, és folyamatosan légy aktív a pályán, nem tudsz kitankolni vele mindent, de úgy megadhatod neki a túlélés lehetőségét. Na most ez az augment mód, amit csinál, ugye? Ha elkapcsolod a kettes képességet, ahány enemyhez hozzáér a kettes képesség, és tehát valamilyen hatást gyakorol rájuk, hogy a kettes képesség, például a vakítás, sebzés, stb., akkor 3 másodpercen keresztül maxon 6 életet fog visszatölteni a korának. Ehhez hozzájön, bocsánat, a garának. Ehhez hozzájön még a Rejuvenation aura módja, az is visszatölt életet, és mit tudom, én beleraktam még egy Arcane Guardiant és egy Arcane Barriert, az volt, azt raktam bele, de azt kell, hogy mondjam, hogy ha követem azt a kis apró, remélem figyelitek a játékmenetet, követem azt a kis apró szabályt, hogy folyamatosan ugrálok, mozgásban vagyok, és úgy ölöm meg az enemit, továbbá beleraktam azt a nagyon kis egyszerű modot az Exilus slotba, amit aviátornak hívnak, és igyekszem folyamatosan ugrálni, hát valami gusztustalan, hogy milyen mennyiségű damage-et kibír. 150-es enemik ellen vagyok itt a szimulakrumban, és egyszerűen undorító, hogy bírja. Hát mikor fog rád egyszerre ennyi heavy gunner lőni? És kibírni azt a damage-et, nem semmi. Szóval ez durva. Jó, ez köszönhető a kettes képességének, 90%-os damage reduction, köszönhető az Arcane Guardiannek, az extra 600 armornak, amikor bekapcsol, köszönhető az Arcane Barriernek már, amikor bekapcsol, és azonnal visszatölti a shieldet, köszönhető az aviátornak, hogy ugye 40%-os damage reduction, amíg a lábam nem éri a földet, és némileg köszönhető ugye a Rejuvenation-nek és az új augment módnak, hogy némi életet visszatöltenek. Na most, hogy miért nem lesz túl OP a Gara ettől? Azért, mert azt mondom, hogy 50-60 szint fölött ennek az augment módnak már nem sok haszna van,
hogy őszinte legyek. Tehát 50-60-as szint fölött már sebeznek annyit az enemik, meg nem biztos, hogy annyit a közelükbe tudsz lenni, hogy a kettes képesség elérje őket, és visszatöltse az életet gyorsan. Infested esetében megeshet, hogy működne, mert ők jönnek feléd, de lövő enemik esetében annyira nem. A nullifierek hatalmas veszélyt jelentenek mindenképpen, főleg minél távolabb vagy tőlük, annál pontosabban céloz egy nullifier, szóval mindenképp egy nagy veszélyt jelent ebből a szempontból, de 50-60-as szintig azt tapasztaltam, hogy még vissza is tud tölteni életet, szóval elérheted azt a stádiumot, hogy visszatöltöd magadnak mindazt az életet, csak ezzel az augment moddal és a rejuvenation augment moddjával. A másik pedig, ha egy life tracker rendelkező kard van nálad, akkor hát bitch please, akkor igazából a gara is teljesen megállíthatatlan egy normál survivoron, ahol mondjuk nem fordulnak elő nullifierek. Tökre megállíthatatlan, és teljesen jól jön az augment mode, rejuvenation, és minden árkén, amit beleraksz, erős lett a gara. Erős lett, végre. A harmadik pedig, ha nincsen life strike-od, vagy nincs a kardodban bármi, ami életben fel tudná tölteni az életét ugye a garának, nincs pánik, ott van a tenód, és persze már megint, tehát ott a tenód, és a tenódnak az árkényaival ugyanúgy vissza tudod tölteni az életét, szóval rá tudsz segíteni ennek az augment modnak, hogy jól működjön, és ez a garát felemeli egy élvezetesen játszható karakterré, és az élvezet alatt úgy értem, hogy azokon a magasabb szinteken megizzaszt, de ugyanakkor, hogyha jól játszol vele, akkor érezni fogod, hogy bírja, és hogy lehet vele, és ez tök jó. Ez az egyik legjobb játékfajta a Warframe-ben, úgy gondolom. Tehát én például azért nagyon szeretem az Excaliburt, az Oberont, mert a Chromát, mert hogy OP-k, de egy adott szinten már nagyon elővigyázatosnak kell lenni vele, és hogyha elővigyázatos tudsz lenni velük, akkor egy tök jó játékot tudsz játszani, megfelelően kihívást tudsz magadnak kreálni konkrétan azzal, hogy egy Warframe nem ilyen agyon erősíted, mint az Inaros például, vagy a Nidus. Tehát, hogyha nem egy ennyire OP-t viszel, hanem egy ilyen éppen csak úgy megüti az erős szinteket, és figyelsz arra, hogy hogy játszol, egy tök jó játékot csinálsz, és a gara odaért. És ez tök jó, hogy ezentúl mindenképp többször fogom használni a garát, és nem sajnálom azt, hogy az ultiát lenerfelték, mert most úgy kaptunk valamit cserébe. Úgyhogy ja, ennyi. Ennyi lett volna, srácok. Remélem, hogy tudtam egy kicsit segíteni a meglátásaimmal. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok föl, Discord szerverünk bárki számára elérhető, link a videó leírásban, klánba lehet csatlakozni, link a videó leírásban. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!